Szembetűnő a különbség a régi és a már felújított járdaszakasz között a Klára utca és az Ősz utca kereszteződésében. Van, ahol a régi burkolat 3-4 centi magasan kifordult a földből, és már csak a botlás veszély miatt is elengedhetetlen a korszerűsítés. Mutatja és magyarázza Pernecki László, önkormányzati képviselő. 40x40-es régi járdák voltak egészen az elmúlt időszakig. A Klára utcának a páratlan oldala egy 3-4 évvel ezelőtt, és most pedig szakaszonként a páros oldalnak a járdái is megújulnak. Ilyen piros térköves megoldással próbálkozunk. Egyszerűen arról van szó, hogy ezek egy annyira botlasztó, rossz minőségű régi járdák, hogy reményem szerint még a mi ciklusunk végére 2-3 éven belül nem csak itt a Klára utcában, hanem egész István telken a 40x40-es szürke járólapok el fognak tűnni. A városrész fejlesztése nem kis projekt. Főleg, ha egy évben mindössze 2-3 ilyen szakasz felújítására van lehetőség, tudtuk meg a területi képviselőtől, aki ennek ellenére bizakodó. Még 3 szakasz lenne, és igazából ebből 2, tehát innen az Ősz utcától a Tó utcáig fog majd teljesen megújulni, ott járnak az emberek. Érdekes módon ki kéne találnunk majd valamit, hogy mi legyen a Tó utca és az Elem utca közti szakasz, ahol jelen pillanatban ilyen parkoló, illetve ott már évtizedek óta nem jár senki, teljesen benőtte a növényzet. Valószínűleg oda inkább valami közösségi kertet vagy parkolót, nem feltétlenül járdát kellene építeni. Ha elkészül a Klára utcai szakasz, a következő lépés a lakótelepek felé vezet, gyalogos utak fejlesztése lehet.